Örömmel üdvözöljük növendékeinket, Cecérről, Sárkeresztúrról, Sárbogárdról, Madocsáról, Tolnáról, Kölesről, Előszállásról, és végül, de nem utolsó sorban a paksi növendékeinket és kedves szüleiket, hozzátartozóikat. Összesen 10 település növendékei léptek fel szombat délután a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett fél év záró gála műsorán a Csengei Dénes Kulturális Központban. Nagy izgalom volt bennünk, hogy fog sikerülni ez a gála. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sikeres volt és ennyien eljöttek. Ugye az én táncsoportom a Tendence Táncsoport, akikkel már számos hazai és nemzetközi versenyen részt vettünk, tehát ők rutinos versenyzők már, de úgy gondoltuk, hogy Tolna megyében is megmutatjuk a sikeres kürjüket. A közel 800 növendék közül 250, 6 és 22 év közötti fiatal mutatta be néptánc, balettánc, modern és társas tánc tudását szombaton a vizsgaműsor során. 3 tánccal készültünk mára, a Matrix című film alapján készült egy sorunk, van a Lady Gaga Mánia és egy Szimpiema. A Matrix című tánccal sok voltunk már versenyen, ott értünk el aranyminősítést, a Lady Gaga Mániával ezüst minősítést értünk el. Azért szeretem ezt csinálni, mert beleélhetem magamat, fontos ehhez a színészi beleélés, és ezt nagyon szeretem csinálni, és tényleg, ha táncolok, akkor mindig boldog vagyok, és minden jó lesz akkor. Iker József név szerint produktív volt az elmúlt évük. Többek között ezt próbálták bemutatni a vizsgálőadásokon is. Vannak olyan növendékek, akik az idén kezdték a munkát, és vannak olyanok is, akik több éve táncolnak. Próbálnak mindig újat tanulni, új koreográfiát, új stílusokat bemutatni. Először is nagyon, nagyon sok jó kollégánk van, remekek a kollégák, a pedagógusaink, és nagyon-nagyon jó a szülői hátterünk, így aztán sok mindenre lehetőségünk volt, nagyon sok versenyen és nagyon sok megmérettetéssel részt vettünk, mind a társastáncosok, mind a néptáncosok, és azt gondolom, hogy messzire elvittük az iskolának a hírét, és remélem, hogy a jó hírét sok szép eredménnyel gazdagodtunk. A művészeti iskola növendékei számos eredményt értek el az elmúlt években egyéni és csoportos kategóriákban is. A tehetségtáncműhely tavalyi évben Portugáliába is kiutazott, ahol Paksot képviselték egy nemzetközi fesztiválon. Legfontosabb kihívás talán az, hogy közösséget építeni ebben a mai nagyon széteső, nagyon széthúzó, nagyon rohanó világban, hogy a közösségeinket megtartsuk, hogy a gyerekeink lelki békéje a helyén legyen, hogy örömmel jöjjenek ki az órákról, ugyanúgy, ahogy oda bementek. Persze mindig vannak nehézségek, nem is kérdés, de talán ez a legfontosabb. És aztán szakmailag igyekszünk épülni. Farkas Janka nyári keringővel készült az esti gálára. 2 éve táncolok, és hát szeretünk az órákon lenni, meg nagyon jó. Berényi Bernadett 3 éve táncol a művészeti iskolában. Sárkezi Úrossal készültem, és én nagyon szeretek táncolni. A művészeti iskola célja, hogy nem csak a differenciált oktatásban, hanem csoportszinten is próbálja szakmailag előre vinni tanulóit. A jövőben kicsit szélesebb látókörrel szeretnék feltérképezni a lehetőségeiket. Igyekeznek minél több alkalommal megmutatni növendékeik tehetségét.